Az én családom több generáción keresztül erről a vidékről származik, de én azt gondolom, hogy valójában mi mindig itt éltünk. Ez azért érzem így, mert amikor visszajövök bármely pontjára a világnak, itt érzem magam a legjobban. Egy közösségnek vagyok a tagja, azt úgy hívják a szlovákiai magyarok közössége, amely szlováki lakosságának 10%-át adja, és minden közösség erősebben kötődik egymáshoz. De van egymással szemben felelősségérzetünk is. Az én számomra a felelősség a képességnek az átadása. Az én képességem az egy menedzseri képesség. Képes vagyok célokat kitűzni, és képes vagyok azokat a célokat el is érni. A Kukkonia projekt pontosan erről szól. Célokat tűztünk ki, és meghatároztuk az utakat, az eszközöket, ahogy ezeket a célokat el tudjuk érni. Megkerestük azokat az embereket ebben a régióban, akik csapatot képeznek. Ezek az emberek a saját felelősségüket teszik hozzá az ügyhöz, és ezért tud ez a projekt hatékonyan és sikeresen előre haladni. Nekem szinte az első emlékeim közé édesanyám hangja és a illata után rögtön az ugrik be. Nagyapámnak fogom a mutatóját, sétálunk a bősi parkerdőbe. A fejem alig látszik ki a nagy fűből. Annyi csüngő lepkét, mint akkor, sose láttam azóta sem, és bámultam a nagy fákat. Ez alatt a röpke néhány évtized alatt óriási változások mentek végbe, egyrészt a vízerőmű építésének következtében, másrészt abban, mint bárhol is a világon nyomon követhető természeti rombolás. És szeretném azt az állapotot visszaadni gyerekeimnek, amit én láttam még gyerekkoromban. Azt gondoltuk, hogy a jövőre nézve két olyan pillére lehet a fejlesztésnek, amely a következő évek generációi számára fontos lesz. Egyik a turizmus, a másik pedig a gasztronómia. Azért fontos számomra, hogy őrizzem a hagyományokat, hogy én itt születtem Csallóközben, és amit ránk hagytak a őseink a gasztronómiába, ezt muszáj továbbvinnünk. Gyűjtök régi csallóközi szakácskönyveket, ezeket a ételeket, meg a recepteket próbálom most átvinni a mostani trendek szerint a étterembe. Hogyha ne más nemzetet utánozzunk, a trendeket átvihessük, a technológiákat minden, de a alapanyag, meg a konyha az maradjon a miénké. Kukkonia márkanév alatt kiváló minőségű hazai, hagyományos receptúra alapján készült termékeket gyártunk. Vannak tejhús, illetve zöldség és gyümölcs termékek. Köztudott az, hogy Csallóköz kiváló termőfölddel, illetve jó ízzel rendelkezik, viszont hiányzott egy kezdeményezés. Mi elkezdtük, és én azt gondolom, hogy most már nyilvánvalóvá vált az, hogy lehet, és egyre több emberhez eljut ez a jó minőségű élmiszer, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Egy régió fejlesztést csak úgy lehet megvalósítani, hogyha az egész régió él ezzel a fejlesztéssel, tehát valamiképpen magáinak vallja. A 120 km-nyi kerékpárút került megtervezésre. A 120 km-nyi kerékpárút mellé még körülbelül 200 km olyan útvonalat jelöltünk ki, amit később táblákkal sikerült jelölni. Ugye a Kukkonia applikáció ez átfogja úgy a kerékpárút hálózatot, mind az ehhez tartozó gasztronómiai helyeket, érdekességeket, átfogja a termálfürdőket és a különböző Csallóköz területén megtalálható érdekességeket, látványosságokat. Kukkonia az egy innovatív projekt. Úgy, hogy minden, amit gondolunk a múltról, minden, ami számunkra a múltban fontos volt, azt megpróbáltuk megőrizni. Szerintem az itt élők is egyre büszkébbek arra, hogy innen származnak, mert nem azt keresik, hogy miért nem lehet, hanem azt, hogy hogy lehetne még több programot kialakítani, hogy lehetne még több embert ide vonzani. Büszkék a termékekre is, én azt gondolom, tehát bárhova megyek a világon, én mindenhol elviszem a Kukkonia termékeket, és igen, büszkén mutatom, hogy ilyet gyártunk itt a Csallóközben. Az utóbbi években az új létesítmények elindultával és befutásával a vendégszám körülbelül 50%-kal növekedett. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb tényező talán, amit itt felsorolnék, az, hogy ez a régió úgy fejlődött, hogy közben hiteles maradt. Egy megteremtett vázra, amihez kellett tényleg egy zseniális gondolat, mindenki a maga kis Kukkonia projektet hozzá tudja tenni, és ezzel a egyediséggel majd kiépül egy olyan komplex mű, mondhatjuk így is, aminek csodájára fog járni Európa. A Kukkonia projekt az nem arról szól, hogy mi lesz holnap, hanem arról szól, hogy mi lesz 15 év múlva ebben a régióban. Amit ma alkotunk, amit ma megteszünk, az generációk számára fel lesz érték, generációk számára lesz útmutatás. Amit ma nem teszünk meg, akkor őnek kell majd valamikor bepótolni. Ezért óriási a felelősségünk, hisz most kijelöltük az utat, megszabjuk az útnak a hosszát is, de magában azt, hogy az út
Na, akkor hol lesz a vége? Az fogja megszabni, hogy a mennyire is hiteles, amit tettünk ma, és a következő évek menedzserei vagy generációja a Kukkonia projekt esetében mennyire fogják elhinni azt, hogy amit tettünk, azt ő értük tettünk.